Tengulics Ákos Petrenc és Rut tartásban jeleskedett a vezéridi iskolai már hagyományos erős emberversenyén. A 8. osztályos tanuló 8-at magával mérettetett meg a különböző ügyességi feladatokban. Ami a legjobban tetszett nekem, az talán a Rut tartás volt, amiben szerintem még a legjobb voltam, ami pedig a legrosszabb volt, az talán, ami nagyon nem is ment most, az a rutmászás volt. Tordani, elkészülni, rajt! Az 5 tusából álló viadalt az imént látott Tóth Dániel nyerte, ugyanis a rúdmászásban, a súlyzócipelésben, a belicillabdadobásban, a függeszkedésben és a rúdtartásban is a 8-os diák érte el a legmagasabb pontszámot. Mögötte a dobogó második fokán jó barátja Ritter Milán végzett. Ami elég jól ment, ez a rúdmászás, és amire indultam, szerettem volna idén is megméretni magamat. Tavaly is indultam. A tavalyi feladatok az inkább ilyen futós, gyorsasági feladatok, az idén meg inkább az erősségre tértek rá. Az intézményben az utóbbi napok már nem csak a tanulásról szólnak, az erős ember versenyt megelőző délután a farsang jegyében telt. A programokat a nevelőtestület, a szülői munkaközösség és a diákok közösen szervezik. Az idén egy kis újdonsággal is kedveskedünk a gyerekeknek, mert az 5.-6.-osok ebből az élményből olyan szinten kimaradnak, hogy részt nem tudnak venni benne, mivel a nagyokkal nem tudják felvenni a versenyt. Számukra sorversenyt rendezünk, így mindenki részesedhet a mai nap örömeiben is. A kiválóan sikerült februári közösségformáló programokat követően a jövő héttől ismét a tanulásé lesz a főszerep, valamint megkezdődik a felkészülés a március 15-i nemzeti ünnepre.